The tide has brought my favorite little weapon back. What do you have for me? You know how much work I had to do for a couple of ordinary musical instruments? I could have just gone to the market. These are not common instruments. These are fine works of art. Then you should pay me double. Double? Malaka. Alkudni tudni kell, srác. I like the way you think. Done. Thank you. Now, my west wind. Your timing is sharper than a spear point. I have a much more serious matter to discuss. Follow. Still breathing? Everything hurts, so I guess so. Galatea limped home after her ship was attacked. She lost vital cargo and several of her crew were taken prisoner. You could fix these problems for me. What do you need? Galatea, tell your story. We were sailing near Pelene when we were ambushed. Our ship was boarded and sunk. I escaped, but I lost our prized cargo. Who attacked you, and why? Soldiers of one faction or another. They're all the same to me. That doesn't make finding them easier. I was too busy holding in my guts to worry about what banner they were flying. Calm yourself. Galatea told me the thieving scum retreated to Olaros Fortress. Yeah, in Achaea. What did your crew lose that was so dear? A prized old coffer for Xenia. The exact what and why are not important. Only understand that the coffer carries something I value greatly. Bring it back, and I'll reward you well. What happened to the rest of the crew? Many died in the fighting, but I saw at least three dragged off by the Malakes. And where were you? Bleeding in that surf, trying to make sure I did not go to the crows, so someone would live to tell the tale. Rest, Galatea. Among the missing are my master of maps, Anaximandros, keen-eyed Aira, and Galatea's brother, Kitos. They are all terribly loyal. It would be a shame to lose them. Leave it to me. I'll find your crew and your precious cargo. Na szóval, üdvözöllek benneteket. Folytatjuk a végigjátszást. Ugye tegnap ott hagytuk abba a játékot, hogy ennek a Xeniának miután megkaptuk az infót arról, hogy Myrini itt járt a szigeten. És lényegében egymásnak segítettek. Adott pár ilyen magánjellegű kincskeresős questet. Lényegében egy egész nagy quest chaint és különböző térképeket. És ezeket a térképeket ugye meg kellett találni egyesével. Összettük és lényegében így, hogy meg lett mind. Adott plusz egy questet. Úgy néz ki, hogy ez valami, hát valami kis melléksztorinak a vége lesz, szerintem. Úgyhogy most oda megyünk a megadott helyre, és visszaszerezzük ezt a dobozkát, vagy ládát, amit elvettek tőlük. Nem mondod, hogy ide kell jönni. A csajába kell jönni, az igen, az szép. Jó van. Azt fogjuk csinálni, hogy... Hogy... Itt úgyis van egy kultistánk nekünk. A Scavenger Coast-ban elméletileg itt van egy barlang és itt bújkál, úgyhogy mivel majdnem egy helyen van a kettő, szerintem megcsináljuk egyszerre. Gyorsan nyomok is egy teleportálást. Csak itt még körülnézek. Mielőtt megcsinálom ezt a kettő dolgot, itt még felfedezem. Ne utólag kelljen visszajönni érte.
És akkor nyomjuk már, mert előre haladunk, kicsit jobban remélem a sztorival is. Igazából a nagyobb szigeteknek az öme az, az igazából teljesen ki van clearelve. Ugye azt mondom, ami visszamaradt, az már inkább csak ilyen apróbb szigetek. Persze, korán sem mondom, hogy nem lesz még a játékban bő tartalom, mert még nagyon, nagyon sok minden van hátra. Úgyhogy csinálgassuk, és ugye még akkor ott lesznek rá kiegészítők. De mindenféleképpen ezt a elkövetkezendő két hétben, hogyha úgy sikerül ütemezni, akkor szeretném befejezni. Mert azután még szeretnék egy pár játékot itt végigjátszani a Valhalla megjelenése előtt a csatornán. Tehát átlagos, sima, hétköznapi bandita camp. Semmi extra. Igazából át se öltözök miattuk, mert bountyt ezek nem termelnek. Csak szerintem bemegyek, aztán lekaszabolom az egészet. Az lesz a... Azt a szinkodást azt 10-kor fogok csinálni, szerintem akkor van értelme. Amikor... de dörög az ég. Amikor majd ugye ilyen fortresseket vagy ilyesmiket kell felfedezni, mert ott azért igényesebb. Osonás igényesebb az egész történet, mivel sokan vannak erősek, blablabla. Na. Közben neki álltam írtani ezeket így, snassz. És meg is jöttünk. Most van az, hogy jövök kifele, mert magamra gyújtom itt az egész szart. Na, megvárom, meg kijön. Nem nagyon akar kijönni, de ég rendesen. Hát nekem így is jó. Az érdekes volt. De nem baj, meg lett az a lényeg. Ó, ez egy nagy epik láda. Meglepő. Jó, hát itt kiengedem a foglyokat, aztán meg is vagyunk. Pontosabban azt az egy darab foglyot. És akkor elvileg kész a hely. És már csak egy hely maradt. Az pedig... ez lesz itt 142 méterre. De látom, ez egy bíztek még hozzá. Hú, baszki, mennyi oroszlán. Oroszlánok lesznek egyébként. Na, erre van egy olyan megoldásom. Kell a bőr. És rengeteg bőr dobnak elvileg. Hú, de szép volt ez az ugrás halál. Nyelva. Jó, hát nem kockáztatok, mert azért ezek kurva kemények tudnak lenni. Jön még egy osztag. Húha. Jó, veletek lesz. 28 darab bőr dobott egy ilyen. És ugye itt még közel sem vagyok a barlang bejárathoz. Csak ha már itt vagyok. Leírtam őket. Iszonyatos mennyiségű bőr dobálnak. Oké. Na hát itt ugye most volt pár ilyen vaddisznó is, amit megöltek. 82 bőrt szedtem így összesen. Hát nem kevés, az biztos. Na nézzük, hova is kell mennem. Ide kell jönni. Ami azt jelenti, hogy itt van a barlang alattam. Barlangbejáró.
Így is van. Ez most egy érdekes lesz. Az baj, nem vagyok még 44-es, mert akkor már használhatnám azt a 10-es íjat, amit ugye kifarmoltunk. Még az előző adásokban. Hát de most jobb hiány marad így ez a sztori. Gyorsan egy helyre csalogatom az egész brigádot. Na gyertek, gyertek cicuskáj, gyertek! Na jó, hát nem tudok jobbat. Baszki. Ég a jövő hét is. Jó, az meglett. Egy kört addig a cicákért, amíg az leég. Nagyszerű. Na, ebben a fő cicában volt 52 darab bőr. Helyes, helyes, helyes. Alakulnak a dolgok. Van még egy koffer. Elvileg, valahol. Csak nem látok semmit. Hát ezek... Itt egy csomó olyan kis láda. Hát drachma volt benne. Igazából... Na, van még valami. Na, mit nem találtam még meg? Úgy látszik, hogy még van hátrafele is. Aha! Itt van még valami. Folytatódik ez a barlang befelé. Hűha, oké. Keressük akkor azt, amit nem találtunk. Oké, hogy legyen még egy láda, akkor ezek szerint. Vagy mi a franc? Nézzük csak, lehet, hogy csak én néztem el valamit. Ja nem, meglett. Hát akkor jó van, akkor nem is keresek tovább. Nem figyeltem oda, akkor írta ki szerintem. Oké, és következő a helyzet. Te múltkor hajókáztam, ja ott. Ezt majd nem szabad itt elfelejteni, mert legutóbb nem volt kedvem megállni hozzá, de még úgyis fogunk arra menni többször. Menjünk akkor át és fejezzük be ezt a questet, plusz megkeresem azt az egy darab kultistát. Annyival is beljebb leszünk. Nem ugrok le, mert itt van hátrafele a dolog. Nagyszerű. Egy darab ilyen olajtartó. Mi a franc, ilyen világításnak való olajtartó van itt az egész pályán. És én beleugrok a nyílt tűzbe. Úgyhogy azért tudok valamit. Mindenkinek más speciális képesség, az enyém az ez. Hogy ezek nagyon jól tudnak menni. A jövőben viszont fogom csinálni azt, hogy kicsit gyorsabban fejlődjünk meg, hogy több pénz jöjjön. Meg hát ez a farmolható cuccok, mint bőr, szóval alapanyagból, hogy több jöjjön. Hogy adott terület, ahova megyünk, sziget, akármi, ott a tábláról mindig fel fogom venni szerintem az aktuális questeket. De csak azokat, mert jó fizetnek, ezek ilyen bounty questek általában. A területen található ilyen homokórás népektől viszont továbbra sem mer. Mert egyrészt nagyon régen csinálgattam őket, és nem annyira jöttek át. Másrészt meg azért nem fizetnek olyan jól.
hát persze. Na, deck sötét van itt az erdőbe. Meg jó, hogy a kard világít. Eddig. Elméletileg már területet is váltottunk, így van most. Nagyszerű. Kérdés az, hogy az most itt mekkora erőd. Hű, basz meg. És most itt kellene megkeresni a izét? A csajnak a questet? Bolondok vagytok? Hát pedig úgy néz ki. Jó, hát kétszer sem mondom, az erősen asszaszinos móka lesz itt, úgyhogy derítsük fel, és akkor zavarjuk le az egészet. Mert azt utána én már nem killódok ezzel. Hogy hányasok? 47-es. Hű, bazd meg. Az igen. Hát ez derék lesz. Xeniának a questje, ezt nem is értem, szóval... Ebből most én belenézek még egyszer, mert... Fura ez. 43-as van írva. Ki kell szabadítani a legénység tagjait az erődből, csak azt nem közölték, hogy az erőd... ...hogy kicsit erősebbek. Hát jó. Kérdés az, hogy ez mi ez? Az a szinte szétszedős. Ez lehet előbb bencsáznom kéne. Assassin's Creed. Semmi jónak nem vagyok az elrontója, de... Ez így azért ne... Hát necces lesz. 4 crit chance. Ó, bassza, én nem fejlesztettem át a cuccaimat. Jó, megnézem, hogy hol van itt egy gyors utazás pont, amit fel lehet fedezni. Aha. Átjövök ide. Mert én szerintem vissza fogok menni először ezt lencsázni, mert ezekhez akkor a kricsensz kéne, hogy rugalmasan tudjak haladni, hogy túl nagyok. De a questet meg be akarom fejezni. Mondjuk a leader teamet azt biztos, hogy nem fogom leírtani itt. Nincs is rá szükség részbe. Ez ám a jó erőd. Jó helyen van. Brutál. Picit meredeg a hely. Na, ezen a környéken még soha nem jártam ezelőtt. Úgyhogy ez még új. Baszki, innen megyünk lefele, mert itt már itt voltak. Ez is lehet, hogy bemegy egy gyors kultistáért.
Felfedeztük a területet, nagyszerű. Na, elméletileg... Hú, az nem is itt lesz, akkor hol? Elméletileg ezen a területen kellene, hogy egy... Discovered location... Van nekünk egy kultistánk, aki itt bújkál. Méghozzá... Azt hiszem ez. Nem, ez nem az. Akkor ő... Ja, ő lesz az. Szóval a clue to the cultist was lost in. Ja, a clue. Csak a clue van itt. Azt mondja, on the scavenger's coast in. Csája, ugye scavenger coastba vagyunk most. Ez a clue, ez valami feljegyzés, vagy nem tudom. Ilyen bizonyítékféle. Cultist was... Azt... A kóv az ugyanaz. Annyira nem vágom az angolt 100%-osan. Elvileg megtaláljuk majd. Ezt gyors felfedezem. Sőt, lehet, hogy lesz itt is kovács, és akkor nem is kell visszamenni másik területre. Mielőtt nekiállok. Oké, lássuk. Megvan a területünk, nézzünk egy kovácsot. És azt kéne kitalálni, hogy merre lehet az emberünk. Még erre gondolok itt. Hát... Na mindegy, van kovácsunk, az biztos. Úgyhogy nem is kell elmennünk sehova. Hát mondjuk itt leugrok. Így lesz a legegyszerűbb. Ezek nagyon szarak. Jó, engrévelünk. Még hozzá mit is? Fire Dungeon Build Up. Hát erre semmit nem kell. Na. Erre kell egy erősebb crit, az biztos. Az a assassinos cumó. Így is van. Aztán a varjőrösen megvan a legjobb, az assassinosra megvan a fullos, úgyhogy ez jó. A varjőr 20 crit damage healten, na ide kell egy erősebb kritikál. Lehetne ezért is csinálni. Full crit damage, full healten, csak... igazából amíg nincsen meg a crit hit chance-em, addig nincs értelme. Hoppá, old damage helyére mi van? Igazából semmi olyan nincs, ami jó lenne azért. Az assassinra. Itt meg a 15 helyett már van 20.
úgyhogy csere. 25% elemental build up. Az úgy akkor marad is. Crit chance az jó. A többi az jó. Igazából ennyi. Thank you. Igazából ennyi lesz a történet. Most megnézem, hogy mennyi az a crit chance, ami van most Assassin-on full heal-t alatt. Azt mondja, hogy crit hit chance. 39%. Az már tetszetős. 55%-ot kellene elérnünk első körben majd. Arra már azt tudom mondani, hogy az már valami, az már jó. Egyébként a kó az valamilyen hasadék lesz, csak nem tudom, hogy milyen hasadék. Elvileg. Poseidon's power is strong here. Ja, mert hogy ennyi elsüllyed, ha jó van. Azt mondja, hogy... Ez hajóroncs, ez biztos, hogy nem. Hasadék, de mi a hasadék? Szóval... Ezen belül kell, hogy legyen. Sőt, az erőd az ráadásul nem is esik be. Hát... lehet, hogy felfedezem gyors ezeket a részeket. Na, futi. Hasadék. Érdekes, hogy akkor nem találom meg a cápa, hogyha felszínen úszok. Amint lemegyek a ládáért. Ott meg már jön. Cápa már jönne. Jó van. Mehetünk is innen. Egyszerűbb lesz szerintem mindenkit. Ja, de nem, itt még kell, hogy... Nem mondod. Itt még van elvileg két láda. De hol? Kicsit elrepülök innen, távolabb. Mert így nem fogom megtalálni. Cápa az van, szarásig, azt látom. Hát itt ládát nem látok. Az igen. Hát ezt adjátok össze. A madár nem lát semmit. Azt hogy? Lehet, hogy ez a kinti rész az oda tartozik.
Ugyanakkor ott viszont van hasadék a sziklába. Hú, baszki. Jó. Itt lesz valahol szerintem az a kultistás iromány. Na, esetre nekem fura ez az egész. Csak azt, hogy nem látok több ládát. Na mindegy, visszajövök innen. Arra vagyok kíváncsi, hogy ha ezt a partmenti ládát felveszem, akkor azt hozzáírja ehhez, mert nem mernék rám mérget venni. Benézek azokba a hasadékokba, hát ha ott lesz az, amit keresek. Na, itt talán gyorsabban is haladok. Furcsa volt, hogy a madár semmit nem észlelt egyébként. Nem is értem. Na nézzük. Nem, ez biztos, hogy nem oda tartozik, mert ez lopható láda. Úgyhogy ez már meg is bukott. Én gyanítom, hogy lehet, hogy ez valami küldetéshez kapcsolódva, majd később blokkolódik ki. Úgyhogy egyelőre ezt nem is piszkálom. Még a hasadékba benézek. Ennyi? Ott egy orik alpum, hogyha az az. De szerintem az lesz. Az. Na, hát legalább ezt megtaláltam. Hát... Nem piszkálom, megmondom őszintén, lehet, hogy küldetéssel fogom megkapni ezt a clue-t. Úgyhogy megyek, aztán csinálom az erődöt. És utána meg vissza a fő küldire. Mert így aztán keresgélhetek egész nap. Az erőddel is el leszek szerintem egy darabig. Nagyon is érdekelt egyébként ez a kultista, mert ugye ez a... Ez van a főágon. És ő belőle meg lehet tudni az egyik ilyen vezető kultistának a helyét. Úgymond, hogy ugye úgy van, hogy minden egyes ág az egy ötös csoportból áll. Pontosabban négy fő, és annak van egy vezetője, az az ötödik ember. És az öt csoportot vezeti... Ötös tanács. Ötös tanács plusz akik meg, aki meg velük egyenrangú, ugye az a Deimos, aki lényegében a Cassandra. És ugye azoknak van egy nagy vezetője. Ha jól számoltam, nem is öt, hanem hat. Vagy még több. Három. Hat. Ja, 8-an vannak összesen ezek a nagy vezetők. Ja. 8 az azt jelenti, hogy 7 ág van. Az jó sok. 7 legendás szett. Na, akkor... Elbasztam.
child has more honor than you. Nem akarsz meg leesni véletlenül? Mocsadék. Na, ezt nem itt terveztem. De hát ez most így jött össze. Nagyban ötösök. Mi vagyok én? 43-as. Ezeket még le tudom vadalni. Nem lesz velük túl nagy gond talán. Az a baj, így nem fog tudni mindent felderíteni szerintem. De azért megpróbálom. Fel ide is. Mondjuk nem tartom kizártnak egyébként, hogy pont itt a erődbe találjuk meg a... azt, ami kell nekünk azéhez, a kultistához majd. Nagyjából szerintem felderítettem mindent. Ja, ráadásul ez pont egy... na ne! Ez pont egy vezető. Úgyhogy az leütős lesz. Megpróbálok felmenni a hátra mögé, ezt megnézem, hogy mit mutat nekünk itt a rendszer. Careful. Don't want to be caught here. Kellene csinálni. Itt hol van a katona, aki itt volt? Hát ez... na mindegy. Megpróbálom leütni a fickót. Hát nagyon jó. Ha jó ability-ket ad. Kérdés, hogy... hű, baszki, a szintkülönbség miatt szerintem az esélytelen. Hát ez így lófasz. Következő körre. A katonákat, azokat meg fogom tudni ölni, de ezeket viszont nem. Mert kritelve se. Két szint az túl nagy különbséget csinál a védelemben nekik. Csak a legénységet honnan a francból kell kiszabadítani, azt nem vágom. Arra nem jöttem még rá. Nézzük csak az erődöt. Szóval, köszi. Ez kurvára nem világos. Vesztem, bassza meg, hogy... ki
kell szabadítani az erődből, de hát itt nem is lehet látni. Az a gond. Imádom, amikor így megragad. Gyorsan leölöm. Ezt megnézem, kíváncsi vagyok, hogy általános katonára mit mutat a rendszer. Általános katonára jók vagyunk. Meg szerencsé. Na, közben lenyugodott a fiú. Úgyhogy megpróbálom leütni, hogyha tudom. Ó, szivattok, baszki. Lejön az egész kibaszott patról, nem mondod? Nehogy már szerencsém legyen. És ezek itt most meg fognak állni baszni a rezet, tuti. De mondjuk ez a izé, nem a Paul March. Ez a vezetője itt a klubnak. Akkor azért ilyen erős ez. De azt képest majdnem levadaltam egy szúrásból. Imádkozik a gyökér. Ezt el kellene kapni valahogy most azonnal. I set sail soon. Jó. I want you to be with me when I do. Meglett ezt, ezután majd elszaladok. Oké. Okay. Jó, bazd meg az anyját is. Gyorsan tipli, aztán gyújtsuk meg ezt a szart. De miért áll meg? Annyira gyökér ez, hogy nem igaz. Nem mindenhol tud felmászni és megáll. Nagyon jó, köszi. Nem, hát itt nem gyújtunk semmit. Hihetetlen. Na jó, hát ezt basszátok meg ezt. Ilyen egy szar egy rendszert. Mindjárt fogom azt itt, hogy azt a kevesztet a picsába. Arrow damage, weak point creation. A speed boost az. Fire damage, fire build up with javelins. Arrow damage, weak point creation with javelins. Hát ez... Nem vagyok ezzel se kisegítve. A többi az mit tud? Fire javel... Fire arrow. Fire Javelin, aha, lehet, hogy akkor a Javelinre kéne meghagyni a Fire-t, és akkor azt használni majd a hajón. Viszont akkor a Fire Arrow Damage-et azt meg le kéne építeni. Még hozzá sima íjászatra. Ez mit ad még? Speed Boost After Drifting, az nem is érdekel. Arrow Damage Waypoint Creation with Javelin, az mondjuk megint nem érdekel. Átváltok erre. Ki nincs még használatban, ez mit tud? Javelin damage? Nem. Nem. Fire build up with arrow. Szóval a többi az lényegtelen. Ezek meg gyatrák. Oké.
Az anyát picsáját azt. Már nem tudom, hogy hova fussak ezzel a szalra. Jó, ezt hagyom ezt a helyet a picsájában, ami érdekel a quest. Ez egy vicc. Még hogyha megjelölné, hogy kit hol kell kiszabadítani, de hát ez így kibaszott nagy röhely. Főleg, hogy nincs is benne izé. Nem vágom ezt. Explore, aha. Kifizettem szerintem a bountyt. Nincs kedvem killódni vele. Exploration area, kösz. Mondjuk elvileg meg lehet csinálni talán kill nélkül. Főleg mivel az összes bohóc itt van. Jó az a hely. Körülnézek sólyommal, hát ha meglátok valami okosat. Ez a baj, hogy... csak nem tud lenézni. Az a baj, hogy ötletem sincs rá, hogy hol tarthatnak itt bárkit fogva. Szóval... ez úgy vicces lesz. Most így bent járkálni meg, hát nem tudom. Mennyire szeret... Ne. Most járt le, ahogy megint újra adja. Ezt a baszakodást, ami itt van. Az anyajátok az. Gyorsan, akit lehet dara. Oké, eddig jók vagyunk. És ez most hol fut? Kározik? Kint az erdőbe? Ja. Hát... ezt nem kritelem el, akkor itt rábasztam. Hát ez necces, na mindegy. 316 000 HP-ja volt ennek a szarnak. Azért az, menjetek már. Nekem mennyi van? Ez nem normális. Nekem van 40 ezer. Az derék. Nightmare-en nagyon el van szkélelve ez a történet. Kicsit körülnézek. Mondjuk, hogyha ezzel a mázlival tudom tovább folytatni a helyzét, a kritelgetést, akkor hát mondjuk akkor le lehet őket szedni. Elég gyorsan, de így az jelenleg. Menj már. Jajaj. Felment a tetőre. Mi? Sehogy nem jó.
Az a baj, onnantól kezdve, hogy riadót fújtak, ez egy szobás az egész. Sajnos. Le kellene szedni azt, azt utána meg az ilyeszt. Nem tudom, hogy hogy legyen. Ez így kurva nehéz. Talán úgy meg tudom oldani. Aha. Feljönnek. Jó. Anyádba. Azért már jött le onnan, oké. A hátsóra rá fogok menni. Ha tudok. Ez az, lekriteltem. Jó, innen. Ú, bassz meg! Menj már innen! Jó, hát hogyha bejön ide, átgyalogol, akkor meg lesz ez is. Ja, nem úgy néz ki. Ez hova fut? Ja, hogy a beriadóztatottak, azok ilyenkor levonulnak egy idő után. Csak már nem, nincs itt senki. Ez mondjuk nem lenne nagy baj. Aha. Hogyha így most megállnak. Lehet neki zörgetni a dolgot. Na ez nem halt meg. Így viszont jók vagyunk. Csak nem tűnik el a hulla. Ú, azok ne vegyenek észre. Bassza meg! Ez gond. Kapjátok, hogy az meg. Mit csinál? Megint itt áll egy helybe. Az ilyenektől herótom van. Találjon magának utató, ha mászik, ne, nekem kelljen már itt állni. Hát mindig nem jöhet be a crit, azért mondtam, hogy kell legalább 50%. Jelenleg ez lófasz. Ja, hogy ilyenkor nem lehet. Szóval ez is egy vicc. Ez is egy kibaszott nagy ócska vicc. Jó van, ezt a küldetést abandolom a picsába. Nem fogok én ezzel egy killódni. 43-as küldetés, az 47-esek vannak, ez is hogy jön össze? Nem is értem ezt. Hogy merészelik egyébként, nem értem. Csinálok egy olyat. Rohadjanak meg. Felfele mászkálás néha nagyon szar. Most megtalálja az útját, de amikor kombat van, akkor megáll. Ez meg tök fasza. I should try to stay out of sight. Na. Na például erről beszélek, hogy Köszönöm.
De jönnek egy helyre 8-an. Gondoltam, hogy nem adja. Anyádat azt. Az Isten bassza már meg. Sötétbe is megláttok, az már valami röhelyes. Már nem is azért, hogy... Ebben ezért nem fogok én lopakodni, mert ez a játék, ez hiába a Assassin's Creed, de nincs ez rendesen megcsinálva szerintem. Össze-vissza veszi az íveket. Jó, hát baszódjál már, mert kezdek lesz ki lenni ezzel az egésszel. Beleszarok. Kibaszott izét mutassanak inkább. Azt mutassák inkább meg, hogy hol az izé. Az info. Nem mondod. Találtam valami ancient clue-t. Nagyon jó. Hova szól? Jó, hogy itt nem vesznek észre. Riadozt a sír paraszt. Anyádba takarodj. Kurva mindegy. Ő meg, bazd meg. Idióták. Az életben nem fogom így megtalálni, amik a... Takarodtok már. Kezd elegem lenni zsoldos kurva anyjába. Ah.
Isten bassza meg. Nagyobb HP-d nincsen. Elég vicces, hogy ezt így kell megcsinálni. Lehet, daráljuk be aztán. Nincs jobb ötletem. Ah!